Vége az iskolának, elkezdődött a vakáció. A legnagyobb fejtörést ilyenkor az okozza a szülőknek, hogy a gyerekek biztonságban, tartalmasan és felügyelet mellett tudják eltölteni a nyarat. Szekszárdon erre több lehetőség is van. Többek között a Humán Szolgáltató Központ sikeresen pályázott az Erzsébet táborok megszervezésére. A szervezet 4 hetet biztosít a helyi és környékbeli összesen 120 fiatalnak. A nyári napközis táborainkban nagy hangsúlyt vettetünk a közösségfejlesztésre, a szabadidő hasznos eltöltésre, a gyerekek erősítsék a kapcsolatukat, találják meg minél jobban a helyüket, és ismerjék meg a környezetüket. Tehát igazándiból a kirándulásokat azt itt helyben tervezzük, mint például Szálka, Báta, akkor itt Szekszáron a Kápolna tér, illetve a Mészőtanya, illetve lesz egy kirándulás Óbányára. Július 1-e és augusztus 20-a között az önkormányzat is szervez ingyenes Erzsébet táborokat. Idén is rengetegen jelentkeztek a térítésmentes napközibe. A tartalmas szakmai programok között szerepel a hagyományok ápolása, a sport és egészség megőrzés, illetve a kézműveskedés és több kirándulás is. Örülünk annak, hogy a hagyományoknak megfelelően ez az idei évben is összejött. Köszönjük szépen a Babits Mihály Művelődési Háznak a pályázatot, nyert a pályázat, és a másik része a dolognak, hogy az önkormányzat is beszállt ebbe a dologba, úgyhogy akik nem Erzsébet táborosok, őnekik is kedvezményes étkezést fognak biztosítani, és bízunk benne, hogy nagyon sok örömbe, tapasztalatta, gazdagodva indulnak neki majd a következő évnek. Idén 4 intézmény, a Babits, a DNS és a Garai, illetve a Baka István Általános Iskola ad helyszínt a változatos programoknak.